Ez pedig itt már a Start Plusz, folytatjuk mégpedig azzal, hogy új időpontban és online rendezik meg a 2020-as Brain Bart. Vendégünk itt a stúdióban Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója. Jó reggelt, szervusz! Új időpontban, online, mikor? Ma kezdődik, ma, holnap és holnap után, tehát kedden, szerdán és csütörtökön, és minden nap 4 órában, tehát az azt jelenti, hogy 10 órától kora délutánig fog tartani a fesztivál online, és ráadásul ingyenesen. Kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy ha már egy ilyen kompromisszumot meg kell kötni az idei évben egy nagy rendezvénynek, nekünk is, nem csak a zenei fesztiváloknak, akkor legalább legyen minél több embernek hozzáférhető. Mi a Facebooknak a hírfolyamán fogjuk a Brain Bart élőbe közvetíteni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt bárki bekapcsolódhat, ez nem újdonság, de az is fontos a mi eseményünknél, hogy bárki kérdezhet, felteheti a kérdését, kommentelhet, hozzászólhat, lesznek szavazások, lesznek viták. Teljesen interaktív. Most a hatodik lehetőség is, bocsánat, mert több konferenciáról meg a kapcsolatban beszélgettünk már itt, és ugye sokaknál fel se vetődött az, hogy online legyen valami, bármiféle rendezvény, és azt mondják, hogy ez egy óriási kaput nyitott meg. Voltak 1-2 ezren mondjuk azon a rendezvényen, és egyébként most meg becsatlakoztak mondjuk nem 20 ezren. Hát arra beszél, a külföldieknek nem kell ide utazni, hanem ők is online módon jelentkeznek is be az előadók, ugye? Igen, a Brain Baron tavaly már 15 ezeren voltak azon a rendes fesztiválon, az offline eseményen, tehát azért magasan van a létsz nálunk, de az biztos, hogy az, hogy visszanézhetőek lesznek ezek a tartalmak, bárki bármikor megnézheti, visszatekerheti, azért ennek van előnye is, ezzel együtt én már várom a jövő évet, amikor visszatérhetünk a fizikai valóságba. Ugye a lényeget azért nem mondtuk, hogy nem mindenki számára jön be mindjárt erről, hogy Brain Bar mit is jelent, 6. éve, egy kicsit a jövőbe tekintés, most éppen aktuálisan a járvány által is befolyásolt élethelyzet, és hogy hogyan lehet ebből majd kilábalni, gondolom áthatja majd az egész előadás sorozatot. Igen, a Brain Bar az Európa legnagyobb jövő fesztiválja, úgy kell elképzelni, mint a zenei fesztivált, az a különbség, hogy nálunk nem zenekarok lépnek fel, hanem ilyen lángelmék, meg nagyon okos, nagyon izgalmas gondolkodók, üzletemberek, feltalálók, akár nagyon tehetséges diákok. Egy-két ismert nevet, hogy mondjuk a magyarok közül Hosszú Katinkát, Moldován Andrást hallottam, Kajdi Csabát. Így van, és mindenkivel általában olyan témákról beszélgetünk, amiben a nagy nyilvánosság ritkábban hallja. Tehát például Hosszú Katinkáról, a vállalkozás és üzletjövőjéről fogunk beszélgetni, és arról, hogy lehet-e tanulni egy idézőjelbe teszem átlagos vállalkozónak, cégalapítónak, egy élsportolóból lett vállalkozótól. Tehát valamiről máshogy érdemes gondolkodni, valamit ő tud tanítani a többségnek. De lesznek még más izgalmas hazai nevek is. Fog nálunk például egy vita történni pont a mai napon a húsevésről, hogy a húsevés az valójában környezetvédelmi szempontból, etikai szempontból, életvitel, életmód, egészségügyi szempontból. Moldován András viszi majd a prímet, mint így van, és itt a Sertésmogul fog a Magyar Vegán Egyesület elnökével vitatkozni. Ezek olyan viták, amik szerintem izgalmasak, érdekesek, és ehhez képest elég ritkán láthatnak a nézők ilyeneket. Mi lesz még külföldiek, kik jönnek? Egy-két ilyen nagyobb durranást, vagy nagyobb nevet mondja. A világ legmenőbb közgazdász, a gazdasági gondolkodója egy olasz-amerikai hölgy, Mariana Mazzucatónak hívják őt, aki gyakorlatilag új nagy űrprogramok indítását szorgalmazza, olyan programokért, amik segítenek megoldani nekünk a klímaváltozást, az ökológiai, az oktatási, vagy éppen az egészségügyi krízist a világban. Olyan nagy léptékű programokat sürget, mint amilyen az amerikaiaknál a múlt század közepén az program volt, hogy hogyan érdemes ezt csinálni, erről fog beszélni, és jön egy nagyon ellentmondásos környezetvédő, egy dán figura, Björn Lomborgnak hívják őt, aki azt mondja, hogy a zöld szervezetek, meg a nagy kormányközi egyezmények teljesen haszontalanok a klímaváltozás elleni küzdelemben, és ő például arról fog beszélni, hogy ha nem ez, akkor mi a megoldás. Jön egy evolúciókutató New Yorkból, David Sloan Wilson. Ő arra jutott a kutatásai során, hogy például a vallásosság az nem ellentétes a tudománnyal, vagy a tudományba vetett hittel, sőt, az, hogy a Homo sapiens, az ember, a modern ember az vallásos lett egy ponton, az nagyon nagyban hozzájárult a sikeréhez, hogy még mindig itt vagyunk és túléltük az elmúlt 130 000 évet. Rengeteg mítoszrombolás történik nálunk hagyományosan, tehát vannak olyan közkeletű vélekedések. Célotok is egyébként? Fesztivál abszolút célunk. Azt gondoljuk, hogy ez egy inspirációs eszköz. Az agykutatás terén milyen újdonságokról hallhatunk majd? Van egy nagy vita a tudományban az elmúlt évtizedben arról, hogy létezik-e szabad akarat, vagy egyáltalán van-e hatásunk a cselekedeteinkre, vagy minden determinált, minden előre rögzítve van például a génkészletünkben, és jön egy brit agykutató hölgy, akinek a szakterület a szabad akaratnak a kutatása, igyekszünk vele erre a kérdésre választ találni. Ráadásul, hogy egészen fiatal hölgyről beszélünk, tehát aztán tényleg a jövőt. És egyébként is azt gondolom, hogy inspiráló egy fiatal női agykutató, hiszen nagyon sok hölgy azért nem választja, hogy fiatal nő, azért nem választja a tudományt, mert azt gondolja egy területre, hogy nagyon férfias terület. Itt olyan inspiráló személyiségeket is elhozunk, akik nem csak érdekes dolgokról beszélnek, de a személyükben is jó példák, és izgalmas példaképek lehetnek a fiataloknak. No, iszonyatosan izgalmas lesz szerintem. Azt még mondd el, tehát technikai részleteket, tehát hogyan lehet csatlakozni, és akkor mától 3 napig tart, azt már tudjuk, de hogyan lehet el rácsatlakozni? Igen, mi úgy döntöttünk, hogy az egész legyen mindenkinek hozzáférhető, ez azt jelenti, hogy nem kell semmilyen kód, nem kell regisztráció. Ha az ember felmegy a Facebookra, és megkeresi a Brain Bar oldalát, akkor ott ma 10 órától élőben követheti az eseményt, és ahogy említettem is, rengeteg olyan formátum lesz, rengeteg olyan előadás lesz, vita lesz, amiben a közönségnek a kérdéseit, visszajelzéseit is élőben, valós időben várjuk, tehát be is lehet csatlakozni. De aki nem tudott 4 óráig, azért nyilván kevesen vannak, hogy végig a program ott van fönt a Facebookon? Így van, a Facebookon is fenn van a program, illetve a brainbar.com honlapunkon is ott van, és minden is nézhető, tehát az az előnye ennek az online eseménynek. Nagyon izgalmas, már a mai nagyon izgalmas, úgyhogy remélem bele tudunk nézni. Köszönjük, hogy jöttél. Én is köszönöm a meghívást.